Polgármesteri fogadóra a centrumban Soroksár. Jeleztük önöknek egy korábbi stúdió beszélgetés alkalmával is, hogy pályázatot írtak ki a Soroksári önkormányzat jegyzői hivatalának betöltésére, és a pályázat elbíráltatott eredmény született. Mi lett az eredmény, polgármester úr? Valóban így van. A korábbi jegyzőasszonynal közös megegyezéssel megszüntettük augusztus 31-ével a munkaviszonyt, kiírtuk a pályázatot. A jogszabály alapján addig megbíztam az aljegyzőt a jegyzői feladatok ellátására, illetve a, a, a vagyongazdálkodási osztályvezetőt pedig az aljegyzői feladatok ellátására. A megváltozott törvény alapján, most már több éve a polgármester nevezik ki a jegyzőt, nem a képviselőtestület. Pályázatot irattam ki a, a személyzeti vezetővel. Nyolc vagy kilenc pályázat érkezett be, természetesen minden pályázatot meghallgattam, behívtam őket, és végül is a döntés megszületett a múlt héten. A, a korábbi aljedzőt, aki megbízott jegyző volt, dr. Veres volt, neveztem ki. Neki egyrészt megvan a, a gyakorlata, mert már egy éve itt van nálunk, és, és ismeri Soroksárt, ismeri a meglévő gondjainkat, problémáinkat, és ismeri az ügyeknek a nagy részét. Másrészt pedig megvan a, a helyismerete, mert Pesterzsébeti lakos, törzsökeres Pesterzsébeti lakos, nagyon régóta ismeri Soroksárt is, ott dolgozott, ő volt a kormányhivatal vezetője korábban, tehát megvan az a szakmai tapasztalata is, amely szükséges a jegyzői feladatok ellátására, úgyhogy, és át is adtam neki a megbízást, a hivatalt összehívtam, tájékoztattam a dolgozókat erről, úgyhogy működik a dolog és egyéb változást ez a változás vajon generál-e? Valószínűleg igen, mert hát ő jegyzői pozíciót töltött be, pályázatot irattam ki, és az a napokban fog megjelenni az aljegyzői pozíció betöltésére. Valószínűleg lesz egy aljedző, a vagyongazdálkodási osztály vezetője teljes egészében nem tudja ellátni az aljedzői feladatokat tájékoztatott róla, mert a kettő együtt már nagyon sok lenne, úgyhogy valószínűleg az aljedzői feladatokat megosztjuk, és, és pluszban egy másik aljegyzőt is fel fogunk venni, akinek még jogi feladatai is lesznek. Tehát, mert jogász státuszunk van üresen, a jogász feladatokat el kell látni, mert sajnos kevés a jogászunk, és ezért valószínűleg egy ilyen megosztott feladatok lesznek a, 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 a jegyző feladata, illetve majd a vagyongazdálkodási osztályvezetőjének a feladata. Ha már itt tartunk, akkor mit jelent a gyakorlatban az önkormányzat vagyonával gazdálkodni? Tehát milyen napi ügyek vannak, amivel foglalkozni kell? Hát folyamatosan, tehát minden, ami, ami vagyon gazdálkodással kapcsolatos, azt minden csinálni kell a csatornaépítéshez, útépítéshez a kisajátítások bonyolítása, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanoknak a bérbeadása, ezzel való gazdálkodás, az üzlethelyiségeknek a bérbeadása, a lakásoknak a bérbeadása. Most van egy zűrös ügyünk, ami biztos, hogy, hogy Soroksár lakosságát is érinteni fogja. A központban, a Soroksár központjában, a szervizúton a CBA és a, a hentes üzlet életveszélyessé vált. Úgy kezdődött az egész, hogy beázott, jelentkezett. Mi korábban el akartuk, mert tudtuk, hogy ilyen problémák vannak, korábban gondolkodtunk azon, hogy felújítjuk, illetve megpróbáltuk eladni, nem jelentkezett érte, a bent lakó bérlők nem hajtották megvásárolni, gyakorlatban pedig most ez, a, ez az életveszéllyel kapcsolatos probléma a tetőszerkezetben, ez már évek óta felmerült és évek óta gond, de nem tettek semmit. Tehát a bérlők semmit nem tettek. Megmondom őszintén, hogy nagyon alacsony bérleti díjat fizetnek, mert egy 70 négyzetméteres helyiségért 60 ezer plusz áfát fizetnek havonta, tehát ilyen minimálisat, de most kiderült, szóltak nekünk, hogy beázás van, kimentek a kollégák, megállapították, hogy igen, a gyorszolgálat kiment, és a gyorszolgálatnak a vezetője azt mondta, hogy nem engedi fel a tetőre javítani a dolgozóit, mert életveszélyes, és ha bármi baleset van, ő nem vállalja a felelősséget. Akkor statikust hívattunk, a statikus is megnézte, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint életveszélyes, de műszerekkel fognak kijönni, megcsinálták a műszeres vizsgálatot, famintákat vettek, van olyan gerendázat, ahol amikor belefúrtak, nem is fát hozott ki a fúró, hanem szukat. Oh. Tehát fa, fa, fa oh. szút, meg ilyen fa élősködőket, tehát katasztrofális a helyzet. Mi akkor felszólítottuk, hogy, és fel is mondtuk a bérleti szerződést, hogy zárja be, a mai napig nem zárta be. Most kaptuk meg a múlt héten ténylegesen papíron az illetveszélyes állapotnak megfelelő dokumentációt, és ennek megfelelően azonnali hatállal elindítjuk az életveszély megszüntetésére a bontási határozatot, tehát bontási engedélyt kell kérnünk, és lépni fogunk, és neki meg be kell zárnia. Ha nem zár be, hát akkor meg valószínűleg hatósági kiürítést kell és ez testület elé fog kerülni, mert a testületnek kell eldöntenie, hogy milyen módon fogjuk azt a részt pótolni. Le lehet az egészet bontani, és akkor egy új épület kerülne oda. Ö, 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 hogy, az, kép, hogy, hogy mi építjük, vagy, vagy ö, ö, pályáztatunk és és eladjuk az ingatlant, ez kérdés. Ö, variáció az is, hogy csak a tetőszerkezetet és a födémet bontjuk le, de ez az épület, ez több mint száz éves épület. Ezt a, a, a századforduló az 1900-as évek elején építették, egy gyerekkoromban még, még tudom a hentesnek is a, a, a nevét, aki, aki ott dolgozott, meg közértet, üzemeltetett. Ez egy ilyen régi épület, hogyha a födémet meg a, a, a tetőszerkezetet lebontjuk, akkor is olyan megerősítés szükséges az alaptól kezdve a falakig, hogy szerintem sokkal többe kerül. Nem vagyok építész, de sokkal többe kerülne, mint egy új épületnek a felépítése. Tehát ilyenekkel ilyen kell ügyekkel. foglalkozni, ilyen ügyekkel is kell foglalkozni, úgyhogy ez egy komoly probléma, és nagyon fontos feladat az önkormányzaton belül. Um. Egy másik érzékeny, és gondolom, hogy elég sok fejtörést, időnként fejtörést okozó dolog, ami most már törvénybe foglaltatott, hogy tudnilik a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodása a közterületeken törvénybe ütközik, mire már ez a beszélgetés majd adásba kerül. Ez egy törvény, tehát önöknek Tudomásul kell venni és ö, alkalmazni a saját területükön. Mi dolguk van ezzel? Hát, egy nagyon komoly probléma. Eleve nekünk a, a soroksáron lévő hajléktalan szállóval nagyon komoly problémáink is gondunk volt. Ez a hajléktalan szálló az Ócsai úton a felüljáró mellett található, amelyik a vasúti sineken megy keresztül. Nem a goh csomópont, amelyik ott van az önkormányzatnál, hanem az egyel kiebb lévő felüljáró, ami a nulláshoz vezet. De ezzel a hajléktalan szállóval itt kétféle, illetve háromféle hajléktalan ellátó szolgálat van. Van a baptista szeretett szolgálatnak egy rendes hajléktalan szállója, és aztán van másik két szervezetek, egy nappali ellátója, és van egy valóban hajléktalanokat ellátó, akik este mehetnek be, és ott aludhatnak, és működnek. Ez háromféle szervezet. És hát itt három 400 ember van. Tehát főleg a baptista szolgálatnál vannak 300 és nagyon komoly évi több 100 millió forint a költségvetésük. Viszont nagyon komoly gondot okoznak az önkormányzatnak, és, és hát finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy, hogy hogy nem nagyon akarnak a társadalomba beilleszkedni. Tehát folyamatosan, most már ott tartunk, hogy folyamatosan kapom a Facebookon, a fogadórámon a, a lakossági bejelentéseket. Ezzel a szállóval szemben van Soroksár egyik legjobb ovodája. A napsugár óvoda, oda, ö, oda ö, több mint száz gyerek jár, saját főzőkonyhával, és gyakorlatilag folyamatosan azt tapasztalják, hogy ott a felüljáró alatt alszanak, mert akiket nem engednek be, mert alkoholt fogyasztottak, azok, azok oda matracot visznek, és ott alszanak, ott végzik el a szükségletüket, a koszt, a mocskot, folyamatosan takarítjuk el, hetente többször. Tehát ez nagyon komoly gondot okoz, és megmondom őszintén, teljesen egyetértek ebből a szempontból. Tudom, hogy nagyon fontos a hajléktalan ellátás, és tudom azt, hogy, hogy meg kell próbálni integrálni ezeket az embereket a társadalomba. De, és ezt teszik fel kérdésként, és teljesen igazuk van, hogy a normálisan élő embereknek nincsenek jogaik. Tehát ezt teszik fel kérdésként, hogy, hogy az, aki normálisan él, fizeti az adóját, annak ezt kell tapasztalni, és ezt kell látnia, hogy minden nap a gyerekét úgy viszi az óvodába, meg a bölcsödébe, hogy a mocskókba, a, a szennybe, és azon keresztül kell elmennie. Tehát nagyon komoly gondot okoz ez, ez nekünk. Ez a törvény, ez, én ő, ő nagyon örültem neki, amikor ezt a törvényt meghozták, mert én úgy gondolom, hogy ha ha meg tudjuk oldani azt, hogy valóban, mert van hely a hajléktalan szállókon, hogy valamilyen módon a hajléktalan szállóra bemennek ezek az emberek, akkor talán lehet, ha nem is mindenkit, de egy részüket visszaintegrálni majd a társadalomba. Van itt olyan hajléktalan szálló rész, ahol havi, olyanok vannak, akik dolgoznak. Csak nincs hol lakniuk, mert valami miatt megszűnt a, a, a szállás lehetőségük vagy alakásuk. Havi 10-15 ezer forintot fizetnek bérleti díjat, és kapnak egy-két ágya szobába helyet, külön szekrényük van, ruhájuk van, tehát megpróbálják őket integrálni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem is velük van gondunk, hanem azokkal, akiket nem nagyon lehet már integrálni. És erre leültem a két vezetővel beszélni, nekik az volt a válaszuk, amikor én ezt kifogásoltam, hogy hát nekik csak az épületen belül a kötelességük ezzel foglalkozni. Azt, hogyha ők kimennek az utcára, akkor azzal ők már nem törődnek, az nem az ő feladatuk és kötelességük. Most viszont a törvény szerint akár a rendőrség, akár az önkormányzati rendészet intézkedhet ezekben az ügyekben? A rendőrség intézkedhet, a közterület felügyelet az naponta végez ellenőrzést. Többször a nyári szünet óta körülbelül négyszer csináltunk ott rendet, 10-15 közhasznú foglalkoztatókkal, teherautóval, fűkaszákkal, mindennel, is, és megcsináltuk a rendet, egy hét múlva ugyanolyan volt. Uh -huh. A rendőröknek most lehetőségük van arra, hogy első ütemben figyelmeztessék. Én úgy tudom, hogy a jogszabály úgy szól, hogy háromszor kell figyelmeztetni, és a harmadik figyelmeztetés után lehet elvitetni, és lehet elvinni őket, és szabálysértési eljárást kezdeményezni. Csak nagyon nehéz lesz ezt, ezt, ezt végrehajtani. Az önkormányzatnak ebből a szempontból az lesz a feladata, hogy ha neki van olyan Ingotla, ingósága, amit hogyha, ha, ha elviszik és beviszik egy, egy otthonba, vagy valahova, akkor azt az ingóságot mi meg kell, hogy őrizzük, és raktározni kell, hogy raktározunk. Most ezzel vagyunk bajban, mert egyelőre nincs ilyen raktárunk, még ebben tárgyalások folynak, hogy ha valóban ilyen lesz, akkor hova tudjuk elhelyezni ezeket az ingóságokat. Szóval lesz még tenni valójuk ennek kapcsán bőségesen. Így van. Egy teljesen más téma, ha úgy tetszik, a végére a sport, ugye lezárult a jelenlegi bajnoki szakasz, és a Soroksár SC a remek hatodik helyen fordul a bajnokságban. Mit gondol, elégedett? Igen is meg nem is. Magával, ha azt mondom, hogy a, a hatodik helyen állunk, akkor, akkor elégedett vagyok. Ha úgy gondolom végig, hogy, hogy, ez egy nagyon jó helyezés a mi szintünkhöz képest, nincsenek feljutási terveink, mi a Fradival kötött megállapodás alapján a Fradi fiók csapata vagyunk, ez egy nagyon jó dolog. Az viszont már nekem nagyon nem tetszik, hogy szuperül szerepeltek, első helyen voltak, második helyen voltak, hagyd ne mondjam. És az utolsó három itthoni meccsre, mind a három meccsre kimentem, mind a három szokikat kaptak. No, Úgyhogy ez egy ilyen, bocsánat, hogy így mondom, ez egy kicsit talán személyes az én sportmúltamhoz, sportmúltam miatt. Úgyhogy már mondtam, hogy és most a legutolsó meccsen, amikor kettő egyre nyertünk, mert elcseréltük a választójogot, akkor nem voltam kint, mert vidéken voltam. És mondtam, hogy akkor lehet, hogy én vagyok a, 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 az a métej, akinek nem kell kimenni a meccsre, mert az előző három meccsen meg kikaptunk, Balatontól kezdve mindenhonnan hazajöttem a meccsre, mert mondtam, hogy olyan jó játszanak, de tényleg jó játszottak. Uh -huh. Volt olyan meccs, amikor döntetlen volt, azt hiszem a Budaörs ellen talán három 3 játszottak, és szuperül játszottak. És aztán most, hogy, hogy három zakó volt, mert régen ezt így mondtuk, úgy, úgy meglepődtem, mondom, lehet, hogy én vagyok a hibás, hogy kimegyek a meccsre, de félretéve a tréfát, valóban, tehát én, én elégedett vagyok ezzel a, a teljesítménnyel, mert én úgy gondolom, hogy és egyre többen járnak ki a soroksáriak is. Tehát sokan. Most például a Fradival játszottak edzőmeccset, itt a válogatott mérkőzés miatt, egy-egyet -egy játszottak az üllői úton. Tehát azért mondom, hogy, hogy lehet, hogy benne volt az is, hogy a, 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 sok fradistánk van, és hogy megmutassák a, a, a fradi nagy csapatának, hogy, hogy ők alkalmasak arra, hogy ott játszanak. Ez is benne volt, de én úgy gondolom, hogy jól működnek, és jól csinálják a dolgokat. Köszönjük szépen, Jöjjön máskor is. Köszönöm én is.